A 1 Korintus 10:13. Mert nincs olyan kísértés, vagy bűnre csábítónak tekintett próbatétel. Nem számít, hogyan jön, vagy hová vezet, amely ne érne utol benneteket, és ne ragadna meg benneteket, amely ne lenne közös az emberrel. Azaz nincs olyan kísértés, vagy próbatétel, amely meghaladja az emberi ellenállást. Amely meghaladja az emberi ellenállást, amely ne lenne az emberi tapasztalathoz igazított, ahhoz tartozó, olyan, amelyet az ember el tud viselni. De Isten hűséges, köszönjük, Atyám, az ő igéjéhez, könyörületes természetéhez, és ő bízhatsz benne, hogy nem hagyja, hogy megkísértés, próbatétel, megpróbáltatás érjen téged, ami meghaladja. Mondom még egyszer, ami meghaladja a képességedet, az ellenálló képességedet, és az erődet, hogy elviseld, hanem kísértéssel együtt, mindig, de jó ez a szó, ott van, mindig biztosítja a kiutat is, a menekülés eszközét egy le- vagy kiszálló helyre, hogy képes és erőteljes legyél türelmesen elviselni azt. Amen. És itt a vége a lényeg számunkra ma, türelmesen elviselni. A türelem. A türelem egy olyan szellemi erő, amit nagyon sokszor lenéztünk. Nem gondoltuk komolyan, hogy az a türelem ez olyan nagy erővel bír. De a héten bibliáztam véletlenül, és azt én láttam az igében, az egész új szövetséget átnéztem. Tudjátok, sokszor egy szóra több görög kifejezés van. Hát én átnéztem ilyenkor böcsületesen az egészet, és látom azt, hogy az egész új szövetségben rengeteg figyelmeztetés van abban, azzal kapcsolatban abban, hogy a türelemnek nagyon nagy ereje van. A tűrésnek, kipróbáltságnak, mikor nyomás alatt vagy, mikor feszült vagy, mikor nem érted, mikor megérted, akkor nagyon nagy üzenete van. És hoztam is egy pár olyan dolgot, ami rögtön a mottót, hogy mi is ez a türelem. Tudjátok, szoktam ilyen mottózni, én ilyen mottós vagyok. A mottó. A hit és a tűrés egyenesen arányos, és mindig győztes marad. A hit és a tűrés egyenesen arányos, aránylik egymáshoz, és mindig győztes marad. Mit jelent ez? Hogy nem lehet nagyobb hited, mint amekkora tűrőképességed van. És nem lehet nagyobb tűrőképességed, mint amekkora hited van. Mert hit és tűrés által örököljük az ígéreteket. Ott van a szó, a Szent Szem tette be, tűrés által. A tűrés azt jelenti, hogy valami alatt benne vagy, és nyomás alatt vagy, és kibírod azt a valami alatt lévőséget. Történik valami olyan esemény, amit te megélsz, élő húsként, vérként, lélekként, de kitartasz az Isten hűsége mellett, vagy az Isten igéje mellett, kitartó vagy. Azt jelenti a türelem, hogy hosszúan tudsz bizonyos dolgokat elviselni. Képes vagy elviselni, képes vagy nyelni. Ez nagyon jó magyaros. Képes vagy nyelni. Mert nagyon sokszor nyelni kell. Nyelni kell a otthonba, nyelni kell a gyereket kapcsán, nyelni kell a munkahelyen, nyelni kell itt, nyelni kell ott, mindenhol nyelni kell. Rokonok kapcsán nyelünk. Muszáj nyelned, mert különben nem tudod az életedet kormányozni, ha idő előtt te feladod, vagy nekimész dolgoknak. A hit művészete a türelem, de nem lehet sietetni. A hit művészete a türelem, de nem lehet sietetni. Amikor áldásról beszélünk, nagyon fontos, hogy a nem sietetett áldásról beszélünk. A nem sietetett áldás. Mit hoz a nem sietetett áldás? A hit művészet a türelem, de nem lehet sietetni. Egyébként mindig a megfelelő időben a türelem be fog teljesedni. Mindig a megfelelő időben a türelem be fog teljesedni. Nincs olyan, hogy nincs lejárata a türelemnek. Neki is van lejárata, és akkor van a beteljesedés. Általában akkor, mielőtt még gondoltad volna, hogy beteljesedik. A hit és a tűrés megszünteti az idő kényszerítését, késztetését és a lélek fájdalmat. Miért? Mondom, mert a hit az nem az időben gondolkodik, hanem a természet fölöttiben, a negyedik dimenzióban. És mivel a hit kezeli a lelkedet a negyedik dimenzióból, ezért a mennyei látás mindig kiemel téged abból a kis közegből, amiben vagy, és a mennyei látás mindig bevisz téged egy magasabb fokú fókuszba, mert a hit az kezeli az időt. A hit nem operál az idővel, ő azért jön, hogy leuralja az időt az életedbe. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé jár, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik, a láthatatlanból kikutatják. Jutalmazó Istenünk van, és a második pedig, hogy a hit azt kezeli, hogy ne azt láss csak, ami a szemed előtt van, hanem amit az Úr mutat neked, ő tesz a szemed elé, a szellemed, szíved elé. Oké, folytasd, Lajos. Amikor a hit kezeli az időt, akkor nem fogod azt érezni, hogy állandó lélekfájdalomba vagy, mert a hit gyógyít. Olyan nemes szellem van a hitben, ez Istennek a karaktere, hogy a hit az megoldja a lelkedet. Nem kell azzal foglalkoznod, mi lesz azzal, hogyha megsavanyodok, megkeseredek, vagy nem tudom kivárni a dolgokat. Nem, nincs ilyen. A hit
mindig a megfelelő pillanatban a megfelelő ütemet fogja hozni, mert a látást föntartja. Föntartja a látást. Például az, hogy üdvösséged van. Előre gondolsz a jövővel kapcsolatban, hogy üdvösséged van, nem azt érzed, ó, lehet, hogy nem, hanem azt érzed, tudod jól, valami nagyon nagy dolog vár ránk. Nem tudjuk, senki nem tudja, senki nem tudta a Földön, mi vár ránk, de tudjuk, hogy valami jó lesz velünk. És megint nyertesek leszünk, és megint nyerőbe leszünk. Mert itt is nyerőbe vagyunk, és ott is nyerőbe vagyunk. Erre vagy elhiba. Veregesd meg a válladat. Vagy a test, bátran, egymás vállat veregessétek meg. Nyerőpáros. A nyerőpáros, halleluja. Nyerőpárosok vagytok. A hit és a tűrés nem... Jó, elég, elég. Tehát mindennek ma határa. Tehát, jó, hogy nem az... Mindenki vállát fogja más már veregetni. Mindennek van határa. Ennek a pulpitusnak is van határa. A hit és a tűrés nem sietett. Nem űz, nem hajszol, mégis megvalósul magától. Nem azt fogod belül, a szellemedben, szívedben, érzelemvilágodban érezni, hogy valamit csinálni kell. Jaj, mi lesz, ha lemaradok róla? A hit az ilyet nem mond. Jaj, mi lesz, Lajos, hogyha lemaradsz róla? Nincs ilyen. Előbb-utóbb Isten meg fogja mutatni neked az időzítést. A türelem olyan gyümölcs, amely hitünk által megterem, a szellemünk földjén. Azért írtam ezt a gyümölcsöt, mert a Szent Szellem gyümölcse a türelem. A Szent Szellem gyümölcse. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem karaktere, jelleme. Ez azt jelenti, hogy az atyának is a jelleme, meg a fiúnak is. És benned, a belső emberedből nő ki a türelem. Benned van a türelem gyümölcse, a szellem által, ha engeded, hogy akarod, hogy az fölnőjön. És aki hit által tud várni, az mindig Isten akaratában van, és abban is marad. Aki tud hit által várni, az mindig Isten akaratában van, és mindig is abban fog maradni. A tűrés óriási gyümölcs. Szeretném, hogyha ma ez nagyon felértékelődne előtted, a tűrés. Én azt gondolom, hogy lenéztük a tűrést. Hogy lenéztük azt az embert, aki tűr. Nagy dolog az, aki évtizedek óta tűr valamit. Akár betegség, akár nehézségek, stb. És nem adta föl, nem csak tűr, nem adta föl, és még mindig bízik Istenbe. Ezek a hithősök, ezek a névtelen hősök. Mert úgy könnyű boldognak lenni, hogy van pénzed. Úgy könnyű, hogyha egészséges vagy. Ezért mindig tisztelettel és hálával áldozatok Istennek, mikor valakit kiszabadított ezekből a dolgokból. De meg is csináljuk, ámen? Mindig nagy hálát adunk Istennek. Nagyon sok mindenben a hála nélkül nem fogsz tudni kijönni, nagyon sok mindenből. Bibliázhatsz, nem helyettesíti a háladást és a dicséretet és az imádást. Nyelveken szólhatsz, nem helyettesíti a háladást, a dicséretet és az imádást. Mondok valamit, egy titkot. Onnan tudod meg, hogy jó állapotban vagy, és tényleg Isten félő vagy, ha teljes szívedből tudod Istent imádni bármikor. Tehát azt mondja az Úr, most állj le a kocsival és imádj engem. Vagy hazamentek, és feleségeddel, férjeddel, nem tudom, leülsz, és teljes szívből tudod a hálát és az imádatot kifejezni. Innen tudod meg, hogy milyen állapotban vagy. És ez helyettesíthetetlen. A tűrésben ezt kell megtanulnod, hogyan kell teljes szívből Istent imádni. Amikor teljesen kiöntöd, teljesen, teljesen, és tudod, na most, Uram, téged imádlak, és semmi nem érdekel. Amen. A hit nélküli várakozás demoralizál. Tehát egy bomlasztó erőt hoz létre a lélekben. Ha hit nélkül kezdünk el várakozni dolgokban, reménytelenné teszi a szívet. Beteggé teszi a szívet. Hit és a tűrés együtt pont akkor fontos, amikor nagyon nehéz minden. Felértékelődik a nehéz korszakban. Mindjárt megyünk erre. És van úgy, hogy nincs választásunk. Várni kell, amíg egy vihar elmegy. Nem minden vihar tudsz arrébb tenni. Van úgy, hogy vársz, hogy az Úr tegye arrébb a viharokat. Tudnod kell, mikor tudod te elvinni a vihart arrébb, mikor meg kell várni, hogy Isten arrébb viszi a dolgokat. Időzítés. A türelem a Szent Szellem által egy fantasztikus, pontos, precíz időzítés lesz. Isten, mint egy nagy óramester, mint egy óragyártó, aki annyira érti az időzítést. Minden a kezébe van. Ezért ma dőlj hátra, rólad lesz szó ma, hogy te mindig abba az időzítésben legyél, amely Isten jó akarata, mert Isten kedvence vagy. Tudod, mi szeretnénk, én amikor megtértem 90-ben, szerettem volna egy telivér lenni, aki olyan erős ló, gyönyörű hófehér vagy fekete ló, mit tegy, vagy barna, csodálatos a lovak,
és az, mint az őrült megy, erővel. Ez amúgy a férfiasság meg a fiatalság ereje az erőben van, aztán a bölcsesség meg az őszhaj szerint, mondja a példabeszédek, és azért azt mondom neked, hogy a ló képes vágtatni, a teve éjjel-nappal viszont menetelhet. És meg is néztem, a dromedárok, az egypupóak, ha nem voltak túlságosan megrakva, 6-8 napig is el voltak víz nélkül, 200 kg megterheléssel, a nyugati Szaharában átlag 25-35 kilométernyi utat hagynak hátra, megerőltetés nélkül, kivételesen azonban 45-60 kilométert is megtesznek 24 óra alatt. Én azt mondom, az egész karakteredben rendezd azt át, azt az időritmust, vagy azt a sebességet, hogy jobb a lassú menetel, mint amikor nem jutsz sehova. Jobb egyről kettőre jutni nyugodtan, mint hogy mindent meg akarj oldani, mert pszichoszomatikus problémáid is lehetnek, ha nem abban az ütemben vagy, ami a te ütemed. És akkor fölborul, és egyszer akár, hogy lehet, hogy nevetsz most, leveleztem egy metafizikussal, és azt mondta, ő hívő ember volt, és azt mondta, hogy most ezt nem mondom ki, hogy az atom szinten, elektron szinten hat az emberre a békétlenség, a bűnnek a hatása. Az egész részecskék belül össze-vissza mennek rosszul, mert érzi az ember fizikailag is, hogy a szív rossz ütemben van, rosszul gondolkodik. Ki van fordulva a szív, és nem abba az isteni akaratban van benne, nem abba az isteni tervbe, ami Isten terve, akarata mindenkinek, a családja, a személye életére nézve. Halleluja. A zsidó 10.35-höz, hogyha jössz, akkor azt mondja az ige, a békesség szó, béketűrés szó megjelenik a Károliban is, türelem, kitartás, álhatatosság, elszenvedés, elengedhetetlen szellemi komponense a hitünknek ez. Ezek együtt vannak. Direkt a nyomorúság szót kivettem meg a szenvedést, mert irritáz a szenvedés szó. Ez nem azért, mert nem szenvedtem már az életemben, hanem mert félreérthető. Mondj valamit erre. Zsidó 10.35-től. Ne dobjátok el tehát félelem nélküli bizalmatokat, mert ez nagy és dicsőséges jutalmat hordoz magában. Itt meg is állok az első versszaknál, mert magyarázok valamit, mert megnéztem valamit. Ne dobjátok el tehát félelem nélküli bizalmatokat. Fontos lesz nagyon. A hitnek van különböző tulajdonsága. Az első például az, hogy hűség. Hűséget hoz létre az ember személyiségében. Aztán azt is lehet mondani, hogy a bizalmat épít ki. Egy bizalomteljes emberré válsz szép lassan Istenben és az igéjében, hogy igaz. Aztán azt is lehet mondani, hogy egy olyan hit ajándékot ad számodra, amikor a nehéz helyzetekben egyszer csak jobban tudsz hinni, mint amikor nyugalmas a korszakot. És mondok még valamit, ez a szó, amit itt megjelenik a görögben, ez úgy fordítják általában, hogy szólás, szabadság. Szólás, szabadság. És még jobban kutattam, és úgy lehet átadni ezt a szót, hogy valami folyik árad a kommunikációdon keresztül. Tehát azt mondja itt az ige, hogy ne dobd el a folyamatos bizalmadat, azaz a folyamatos kommunikációdat, mint egy tenger, mint egy folyó, mert nagy és dicsőséges jutalmat hordoz magában. Maga az, hogy te hitből beszélsz, és a hit által élsz, az kommunikációt vált ki. Oké, egy kicsit megpiszkállak. Ha nem vagy hitben, akkor nem beszélsz hitből. Mert lehetetlen úgy hinni, hogy közben nem beszélsz hitből. Ezért vissza kell szoktatni téged arra, hogy hitből beszélj. Ha nem beszélsz eleget hitből, az ige alapján, akkor süllyed az egész fedélzet, a repülőgéped. Amikor nem vagy hitben, és süllyed a repülőgép, zuhan, akkor kapkodsz. És hallottam egy repülőgép vezetőtől azt a bizonságot, hogy amikor kijárt az iskolát, akkor azt lelkére kötötték minden tanulónak, hogy amikor például kigyulladt az egyik motor, és pont felszállás alatt vannak, akkor nehogy visszategyék a gépet lefelé, mert még jobban fog égni a motor. Ezért azt mondták neki, hogy kapja föl még jobban, és figye följebb, mert lehet, hogy a nagy turbulenciában, meg a hőmérséklet változásban ezt csak elalszik az a gép, mármint a motor. És azt mondta, hogy a legtöbb ember akkor kezd el egy rosszul dönteni, amikor nincs fölkészülve arra, hogy lesznek ilyen nehézségek, hogy ezt csak az egyik hajtómű égni fog. És a türelem pontosan akkor kell, és a higgadság, hogy amikor valami ég, hogy fölemelni oda, ahol lehet, hogy elalszik, vagy úgy fölemelni, hogy közben nehogy hirtelen lezuhanjon a gép.
mert le tud zuhanni, hogyha hirtelen fölmész, majd hirtelen lemész, és oda csapódhat a talajra. És amit mondott, az az volt, hogy nagyon sok esetben látta azt, hogy baj van az egyik hajtóművel, és mivel megtanulta ezt hitáltal, ezt, hogy amikor baj van, akkor nem pánikolunk. És a türelem ezt hozza létre, hogy gyógyítja a pánikot, vagy lecseréli a pánikot, így jobb, hogy helyreállítja, hogy a nehéz helyzetben, a nyomás alatt ne hozz döntéseket. A nyomás alatt ne mondd azt, hogy így lesz, meg úgy lesz, ne átkozd meg magadat, hanem a nyomások alatt kitarts a hit mellett, hogy a beszéded megmaradjon. Mert szükségetek van áhatatos türelemre és kitartásra, hogy teljesíthessétek, a teljes mértékben megvalósíthassátok Isten akaratát. Miről van szó ma? Isten akaratáról. Tehát itt mond, hogy a türelem által tudod megvalósítani Isten akaratát, ha már tudod, mi Isten akarata. És így megkapjátok, és magatokkal vihetitek, és teljes mértékben élvezhetitek, amit megígértek. Ez a jelen időben van ez a szövegrész. Tehát nem csak, hogy élvezni fogjuk az ígéreteket, hanem a türelem által már élvezed az ígéreteket. Oké, még egyszer, mindenki értse. Amikor elkezd Isten szólni hozzád, hogy maradj türelmes, maradj a hit mellett, akkor már benne vagy az ígéretben. És már élvezed az ígéretet. Van mindig egy ilyen pre-ígéret. Érzed a szellemedben, van egy reménységed. Érzed azt, hogy valami jó következik. Komolyan mondom, a belsőd repes. Úgy tudom ezt elmondani, most tényleg ez triviális lesz, hogy találkozol, mondjuk egy hölgy keres egy gárdadámat, keres egy fehér lovon jövő, nem tudom, félistent, és amikor megtalálja, meglátja ezt, akkor érzi, hogy hú, valami történhet. De tényleg, most újjászületett emberekről beszélek, nem testi emberekről, de testi emberekről is beszélhetünk. És fontos az, hogy legyen benned mindig egy kis parázs, hogy érezd azt, hogy élsz, hogy nem adtad föl, hogy van értelme valaminek, valami reménynek, valami olyan dolognak, amit tudod, hogy valami jó történik veled, így szokták mondani, valami jó lesz. Amikor nem érzed, hogy valami jó jön, akkor a Szent Szellemre van szükséged, mert ő mindig jön. Ő mindig jön, és valami jót akar hozni. Halleluja. Oké, menjünk tovább. Mert még egy kevés idő, egy nagyon kis idő, és eljön az eljövendő, és nem késik. Nem késik. A türelem mindig azt fogja mondani, hogy nyugi Lajos, ne idegeskedjél, nyugodjál le. De az igaz hitből él, és az én igaz szolgám az embernek az Istenhez és az isteni dolgokhoz való viszonyáról való meggyőződéséből, és a hitből fakadó, azzal együtt járó szent buzgalomból fog élni. És ha félelemben meghátrál, az én lelkemnek nincs benne öröme és kedve. Ez maga Isten lelke, pszichéje. Nem örül annak, hogy te meghátrálsz. Annak se, hogy én meghátrálok, nyugodj meg. Nem csak rólad van szó, rólam is. Mondok egy másik fordítást ezzel az igével kapcsolatban. Ez nagyon fontos, igen, mert az ígéretek is benne vannak, és Isten akarata is benne van, meg a türelem is. A kitartás erejére van szüksége ahhoz, hogy felfedje Isten akaratának költészetét. Lajos, mi ez, hogy költészet? Az eredetiben ez van írva. Ez egy inspiráció, ez egy innováció, ez egy ihlet. Tehát amikor Isten akarata jön, az egy ihlet. Az egy különleges, az egy dadám pillanat. Amikor Isten akarata jön. Amikor azt mondod, azt a mindenit, elkaptam Isten akaratát. Fú, a jövőmmel kapcsolatban. Lehet, hogy kis cél, lehet, hogy nagy cél, lehet, hogy nagy, még nagyobb. Az emberek sajnos kis célból élnek. Kis céllal, szűk ésszel, szűk kabáttal, szűk konyhával, szűk autóval. De jön a Szent Szellem, és azt mondja, hogy van nagyobb egy picikét. Van nagyobb látás, mint egy év, mint három év, mint 30 év, mint 1000 év. van nagyobb. Nem csak kis célokat kell keresned, hanem nagy célokat is. Mert vannak olyan célok az életedre nézve, figyelj, most jó felé megyek, amikor Isten azt mondja, hogy megmutatom az akaratomat, és be fogom mutatni a következőt, hogy számíts rá. Pálnak ezt mondta. Elmondom azt, hogy mi lesz, és majd később elmondom, mi lesz a többi. És várta ezt Pál. Majd megnézzük, ha az Úr engedi. A kitartás erejére van szüksége ahhoz, hogy felfedje Isten akaratának költészetét, és akkor teljes egészében megkapja az ígéretet. Mert hamarosan és nagyon hamar, aki megjelenik, késedelem nélkül eljön, és ezt is mondja, az én igazaim az én hitemből fognak élni. De ez az eredeti arám. Az én igazaim az én hitemből fognak élni. De a félelem visszatartja őket, a lelkem, tehát Isten érzelme, akarata, értelme nincs megelégedve velük. De mi nem vagyunk azok, ez most rólad szól, akiket a félelem visszatart és elveszünk, megborulunk. Azok közé tartozunk, akiknek van hitük, és megtapasztaljuk az igaz életet. A hit kiteljesíti lelkünket szellemi értelemben is. Amen. Tehát a hitnek van hatása a lélekre, a pszichédre. Nagyon fontos ez, mert a Isten akarata meg kell, hogy győzze a lelkedet. A lelked az nem egyszerű történet. Ő sok mindenre vágyik, akar, amiben nincs is baj, hogy legalább valaki vágyik valamire a gyülekezetben.
A következő blokk, a hit útja rendelkezik az elme számára ellentmondásokkal is, és a rövidtávú gondolkodás az egy nagyon veszélyes dolog, a rövidtávú gondolkozás. Azt mondja Abcsel 26-hoz, hogyha jössz, Abcsel 26, én is keresem a Bibliát, hát most kicsit bibliázol, ideges vagy, mert nyomkodnod kell a készüléket, de hát végülis ezért vagyunk itt. Agrippánál van Pál apostol, azt mondja 17-től talán, 16. Jézus megjelenik neki, és azt mondja, ez egy teljesen kóser élmény, Krisztofánia. Én pedig mondék, kicsoda vagy Uram, 15-ös verszak, Pál kérdezi, és azt mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ezzel azt mondja, hogy az egyház és én egy vagyunk. De kelj fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgává és bizonyságá rendeljelek. Most figyelj, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni. Tehát a perspektívát azonnal leteszi. Nem engedi meg, hogy rövid távú legyen a mentalitása. Van egy Isten élményem, leestem a lóról, úgy lelökött a Szent Szellem, és ezt megírja egy könyvbe, Pál apostol könyve, bestseller, New York Times-ban első 10-ben benne lesz, fotóval, hogy pont amikor leesik, úgy csinálják, visszamennek, és akkor egy ilyen forgatnak a Pál apostol helyett egy dublőr, és akkor már leesik a lóról, fölveszik videóra, kiteszik TikTokra, és akkor megírja azt, és akkor az egész élete tulajdonképpen milliárdos, milliómos lesz, mert ugye az a könyvben tényleg igaz élmény volt, de nem erről szól a dolog, mert nem ez a lényeg, hogy leesett a lóról, hanem az a lényeg, hogy mi lesz utána. Ki lesz ebből a fiúból? Kelj fel, állj lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgává és bizonyságá rendeljelek. Amiket láttál, és azokban, amikre nézve, meg fogok neked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, ki közé most küldelek, hogy most figyelj, megnyissad a szemeiket. Hát az a feladat, hogy megnyissa a szemeiket. Hallod? Egy állapostolnak a szolgálatáról van itt szó. Maga Jézus mondja ezt a direktívát. Azt mondja, megnyissd a szemeiket. Megnyissd a szemeiket. Megnyissd a szemeiket. Nem azt mondja, hogy elhiggyék, hogy az Úr jó, bölcs és bölcs, hogy Isten majd felruház téged hatalommal, kerettel, stb. Nem. Megnyíljanak a szemeid. Ez az első, alapvető dolog Istennél. Megnyíljanak a szemeid. Gyere, gyere, tedd rá a kezed ide a szemedre. Halleluja. Kérlek, Uram, az Úr Jézus nevében, nyisd meg a szemüket, hogy lássák, Uram, a következő korszakot, a következő perspektívát, a hosszú távú célokat, a még hosszabb távú céljaikat, hogy be legyen töltve, már előre, hitben, 5-10-20 év Isten dicsőségére. Amen. Halleluja. Erről van szó. Most gyakorlatban visszük át az igét. Igen. 3 évvel ezelőtt, hogyha 3 évre előre mondok valamit neked, vagy te mondasz nekem, azt el kell fogadni, mert Isten szól valamit, és be fog követni. Vár rád. Vár rád a finanszírozás. Vár rád a lehetőség. Amen. Hogy megnyisd a személyeket, hogy sötétségből világosságra, sátán hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűneik bocsánatát megszenteltek között osztályrészt nyerjenek, örökséget, én bennem való hit által, mondja Krisztus. Azért Agrippa király nem lévén engedetlen a mennyei látás iránt. Nem lévén engedetlen a mennyei látás iránt. Nem lévén engedetlen a mennyei látás iránt. Mindent a mennyei látás irányított Pál életében. Mindent az alá rendelte magát, mindenben az alá rendelte magát, amit a mennyi látás direktívája, látása, célja, perspektívája, stratégiája volt. A menny irányította őt. Ha amikor Isten akarata kezd el téged irányítani, akkor menny fog irányítani téged. Most vagy Isten akarata a mennyből jön, vagy nem. Vagy te kitaláltad, vagy nem találtad ki. Ez a negyedik dimenzió. Amikor nem te irányítod már sokszor, sok területen a sorsodat, hanem átadod Isten kezébe. Amikor a menny irányít téged. Ez a látás embere. Isten elhívott téged is, hogy a látás embere legyél. Ne a szemek embere, a látás embere. Ha majd megtanít téged látni, akkor te is majd szemnyitogató leszel. És nem bírod elviselni a vakokat. A vakokat nem bírod elviselni. Tényleg, ki megőrülsz a vaktól. Téped a hajadat. Azért, mert látsz. És jó látni. Jó látni. Lehet, hogy én vagyok csak ma a lelkes. Nem viccelek. Nem. Amikor rövid távú gondolkozásról van szó, akkor nem lehet felkészíteni téged a jövő nehézségeire. Tehát én most arról beszélek, hogy az Isten akaratában lesznek támadásaid. Nincs olyan sztori a Bibliában, hogyha meghallotta valaki Isten akaratát, hogy ne akarták volna kivenni alól a szőnyeget. És amikor te nem vagy erős szívű ember próbákban, tehát ilyen nyúlbéla vagy, vagy férfias nő, vagy nőies férfi, vagy nem, az nem. Nem még nőies hamupipőke, vagy férfias
nem tudom, málészájú, akkor lágy a szíved. És akkor lágy a szíved a döntések előtt, meg a döntések között, akkor nem fogsz tudni jó döntést hozni, mert nem mered meghozni a döntést. Onnan tudod meg, hogy kemény gyerek vagy, hogy a beszédedben benne van az ige. Benne van az, hogy tudod, hogy Isten veled lesz. Onnan tudod, hogy erős a szellemed. Hogy a beszéded ledbuktatja, hogy erős a szellemed. Azt mondja Jézus, hogy a gonosz gyümölcsök ugyanúgy a szívben vannak. És a jó kincsek is abban vannak. És aki előhozza a jó kincseket, az azért van, mert már betette. Előre okos volt, gógyi. Előre gondolkodott, hogy valaminek kell lenni bennem, mert jön majd egy kísértés, egy próba, egy nehézség, és az ellen kell majd állnom. Ez nem erőlködés, ez a bensünkből jön. Annyira szürreális igét hoztam, felkészítettelek, mondtam a hit, és nagyon sokszor olyan asszociációt hoz, ami egyszerűen összebékíthetetlen az elmével. Figyelj! Azt mondja az ige. Jakab 1-2. Úgy is lehet fordítani, hogy Jákob 1-2. Hívőtársaim, amikor úgy tűnik, hogy szinte csak nehézségekkel kell szembenéznetek, tekintsétek ezt felbecsülhetlen értékű lehetőségnek arra, hogy a lehető legnagyobb örömöt tapasztaljatok meg. Na most ezt elolvastam, fiatal keresztény voltam, és azt mondtam, örüljé-te, mert pont nehéz sorsomban volt. Hát nehogy már örüljek akkor, mikor bajba vagyok, de nem volt megújulva az elmém. Elnézést kér. Én kérek elnézést. Nem volt megújulva az elmém. De azt mondja az ige, hogy felbecsülhetetlen értékű lehetőség arra, hogy a legnagyobb örömöt megtapasztald. Miért gondolkodik így a menny? Mert vannak bizonyos terhek, amik nélkül nem tud növekedni a hited. A fotel mögül, Facebook kereszténység, YouTuber kereszténységgel, válaszolsz annak, igen, nem, ez nem úgy van, meg van írva, János 7-7. Nem, ez nem úgy van, ez nem úgy működik. Kegyelem, nem úgy van, hit nem úgy, stb. Nem, Jézus nem most jön vissza, 3 év múlva, 3 év, 2 perc. Nem, ez nem érted. Én jobban értem, én voltam az atyánál, a pokolban, a mennyben, és megy a sok információ. Így nem fog növekedni a hit. Tehát úgy, hogy fotel kereszténységet csinálunk, fotel nepperek vagyunk, keresztény nepperek, így nem. Azt mondja az ige, hogy egy felbecsületlen érték van abban, ha elkezd a nehézség megjönni a hitedért. Mert tudjátok, hogy mikor hitetek próbára van téve, hallod? Maga a hit van próbára téve. Az a kitartás erejét ébreszti bennetek. És akkor, amikor kitartásotok még erősebbé válik, tökéletességet szabadít fel, lényetek minden részében, amíg semmi sem hiányzik, és semmi sem lesz elzárva előttetek. Mit jelent ez? Hogy bizonyos hitnövekedésben nyílik meg igazából, és nyomás alatt a szíved. Bizonyos helyzetekben tudsz igazából olyan erősen koncentrálni, hogy mi Isten akarata. Mert amikor abban a korszakban vagy, hogy fönn vagy, akkor ülsz az autóba, ülsz a nem tudom hol, a kádba, és minden boldog. Minden boldog. És azt mondja itt Pál, hogy úgy is tanulj meg boldognak lenni, mikor jön egy ilyen próba. És előre légy boldog. Miért? Mert tudod jól, hogy a hited meg van próbálva, az növekszik, és új sorsképzés van. Új lehetőségek, új álmok jönnek, új erősítés jön. Igen, lehetetlen a helyzet, de pontosan arra vagy megszületve, azért születtél ide Budapestre, mert a lehetetlen fogod tudni megváltoztatni. Mert aki Budapestre születik, az állandóan a lehetetlennel néz szembe. De ha most születtél, és itt vagy, és itt ülsz, az a 100% biztos vagyok benne, hogy te hős vagy, a hit hőse. Mert Budapesten nem lehet máshogy élni, csak hitből. Különben egy keserű, egy jövőtlen ember vagy, akinek nincsenek belső bizonsági, hogy igenis jó jövőm lesz. De nem, fordítva neked van, mert Isten hitet adott neked. És azt mondja, hogy ez a tökéletességet várd el az egészben. Úgy lehet átadni ezt a dolgot, hogy mi az, hogy tökéletesség? Hogy egy olyan teljes felnövekedés indul el, egy olyan érettség benned, hogy a következő próbáidban egyszerűen mint egy Jézus jelensz meg. Komolyan mondom. És egyre jobban le fognak pattani a kísértések és a próbák. És amiképpen ez növekedés alá indul, úgy a teljesség indul az életedbe, mert maga a tökéletesség szó görögül azt jelenti, hogy növekedés, fejlődés, teljesség. Tehát egy olyan atmoszféra lesz belül a bensődben, a szellemed olyan kipróbált lesz, és erős, harcos szellem, hogy azt fogod mondani reggel, mikor van egy rossz hír, nem baj, ezt is meg fogjuk tudni oldani. Nem azt fogod csinálni, mint Sára, hogy kineveti az angyalt, hanem azt fogod mondani, ámen, itt a következő lehetőségünk, hogy Isten ma is egy csodát tegyen. Ne légy rövid távú gondolkozású, légy egy kicsikét messzebb, menj egy kicsit messzebb. Másik fordítás. Miért hozok ilyen több fordítást? Mert én az igét prédikálom, nem magamat. Mit érdekel engem magam?
Engem az ige érdekel. Különben nem fogsz megújulni. Mi az igére építkezünk. Mi az igében hiszünk. Mi az igével élünk, kelünk és halunk Isten dicsőségére. Amen. Jákob Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. A 12 szétszórt törzsnek, a pogányok között a szétszórt adtatásban. Üdvözlet, örvendezzetek. Tekintsétek teljes örömnek, testvéreim, amikor bármilyen próbatételbe vagy összecsapásba kerültök, vagy különféle kísértésekbe estek. Legyetek biztosak, és értsétek már meg, hogy a próbatétel és a hitetek próbálja kitartást, álhatatosságot és türelmet eredményez. Amen! Tehát nincs türelmed, akkor nincs időérzéked. És állandóan előre tekintesz, hogy mikor jön már meg a dolog, mert nem tudsz hitben állni. Hit plusz tűrés. Ez hozza létre az igazából a hitnek a munkáját. A hit plusz tűrés. Akinek semmiben sincs hiányuk, azok, akik hitben állnak. Mert a hit nem hiánylény hoz létre, hanem teljesen színig teltve van a szellemet a hittel, és ki teljesíti, mint amikor egy vizet teleöntesz egy poharat vízzel, és érzed, hogy tele van az, a hit ilyen atmoszférát hoz belül, magabiztos vagy, bizalommal teljes vagy, úgy mész az utcán, mint egy gróf, halleluja, dicsőség az Úrnak, hogy mi Lajos, nagyon jól vagyok, halleluja, nemrég erősítette meg a bensőmet, és mész tovább, halleluja, találkozol egy másik esettel, ó, nagyon fáj a fejem, ámen, gyógyulj meg Jézus nevében, elesik, hátradől, csinál egy ilyet, és mész tovább, halleluja, elmész anyósodhoz, jaj, jó, hogy jöttél, fiam, nem főztem semmit, úgy fáj a kezem, fáj a keze, hát én Isten embere vagyok, ráteszed a kezét, anyósod felemeli, halleluja, ámen, halleluja, nincs 10 000 forintot, aztán mész tovább, halleluja. Isten arra tervezett téged, hogy úgy élj, hogy hitből hitbe menjél. Nem arra tervezett, hogy egy ilyen lekókat keresztény legyél, akinek nincs direktívája, lehetősége, perspektívája, jövőképe. Jön az Isten, megerősít téged. Hogyan? Próbákon keresztül. Ó, és mi lesz akkor, ha elbukunk? Ki mondta ezt? Melyik mondta? Soha nem fogsz elbukni. Nem erre vagy elhívva. A hitnek nincs olyan, hogy vesztes atmoszféra, vesztes látkép. Tehát jön a hit, mondjuk jöjjön valaki, segíteni nekem. Tibor, jöjjön. Halleluja. Tudsz menni? Halleluja. Igen, halleluja. Nem, tévében benne kell lenni. Gyere, ide a tévében. Halleluja. Te vagy egy vesztes. Én meg vagyok, hogy nem, inkább te legyél a győztes. Nehogy megsértődj a család, tudod? Miért pont azt a szerepet adtad neki? Jó, halleluja. És akkor én mondom a levert katona, hogy te vagy a hit. Na? Mondom, hát nem tudom, hogy ez a próba, ez sikerülni fog-e. Mit mond a hit ilyenkor? Honnan vagy olyan biztos benne? De jó neked! Tudod, milyen sok minden van rajtam? Nagyon sok van rajtam mostanában. Na, mit szól erre a hit? Megoldódik az útban. Van is tényleg ilyen. Amen. Persze, neked könnyű. Neked mindig van igény. Mit mond erre a hit? Mindig van igény. Amen. Köszönjük a lehetőséget. Legközel nem jövünk, de jövünk téged. Tekintsétek teljes örömnek, testvéreim, akkor bármilyen próbatételbe vagy összecsapásba kerültök, vagy különféle kísértésekbe estek. Legyetek biztosak, és értsétek meg, hogy a próbatétel, a hitetek próbálja kitartást, álhatatosságot, türelmet eredményez. A kitartás álhatatosság, és türelem pedig teljes mértékben érvényesüljön, és alapos munkát végezzen ez a tökéletesség, hogy tökéletesen, teljességben fejlődő fiak legyetek, akiknek semmiben sincs hiányuk. Semmiben nincs hiányuk. Testvérem, hagy emeljem föl azt, amikor te hitpróbában vagy, azt a te életednek a legfantasztikusabb szellemi pillanata. Mert akkor, amikor te majd megéred az ígéreteket, és hátra tudsz dőlni, és már tényleg a karácsonykor is a kacsából, meg a kacsamellből annyit ettél, hogy rosszul vagy. Tényleg, azt mondod, hogy soha többet nem eszel. És na, elmész karácsonykor valahova, nem a hegyekbe, csak ne legyen több karácsonyod. De értsd meg, hogy ez az állapot, ez nem a hit hősének az állapota, hogy rosszul vagyok nálad, hanem az a hit hőse, aki amikor próba van, tudja jól, figyelj, előre látja, következtet. Hosszú távú céljai vannak, hogy ez a próba, ez egy lejárt dolog. Egyszer vége lesz. De amikor majd kijövök? Na, amikor én majd kijövök onnan. Amikor én majd onnan kijövök? Na, még megmutatom neked. Megmutatja az Úrban, hogy mind mentem én keresztül. Tudod, miben vagyok én? És az Úr milyen nagy dolgokat cselekszik velem? Senki nem tudja, miben vagyok én. De az Úr megmutatta, hogy örüljek előre, hogy ki fog hozni abból Isten. Ki fog belőle hozni, mert a hit az mindig kiemel. A hajadnál fogva emel ki a vízből. A hajadnál fogva. Isten hite benned van. Nem engedi meg, hogy a próbában vesztes legyél. Mert Isten hite nem vesztes. Isten hite soha nem veszít. És ez benned van, testvérem.
Ó, oh, halleluja. Ahogyan imádkoztunk, ahogy olvastam az igét a zsidó 10-ből, azt mondja, hogy az igaz ember hitből él, és ebben gyönyörködik Isten. Értsd meg, hogy minden egyes próbatétel után mész raportra Istenhez. Lehet, nem is tudod majd. De tényleg, minden próba után van egy raport. És Isten azt akarta volna mindig megmondani neked, hogy gyönyörködöm benned. Hallod? Most komolyan mondom. A szellem benned gyönyörködik, a Szent Szellem. Mikor a hit próbán túl vagy. Akkor gyönyörködik, amikor benne vagy, de amikor túléled, és boldog vagy. És azt mondod, Lajos, átment rajtam a 620-as. De figyelj, a hűségem megmaradt. Volt úgy, hogy úgy arra gondoltam, hogy abba hagyom. De itt vagyok. Nem hagytam abba, az elmém mondta is. És akkor mi van, hogyha ezt mondtam? Itt vagyok. Igen. Sok mindent gondoltam, de nem jött ki a számon. Az Úr velem van, velem volt. És azt tudom mondani, hogy megérdemeltem a próbát. Mert kellett az egy kicsit, hogy a hitemen gyógyítson, helyreállítsa, összerakja, és megreformálja a hitéletemet. Kellett az, kellett nekem ez a próba, hogy újra a startvonalon legyek, és erővel tudjak futni. Újra azt tudjam mondani, hogy igen, ide a következő hegyet. Mert ilyen lesz a dolog. Ilyen lesz a dolog. Halleluja. Menjünk tovább. Az 1 Tesszalonikai beli levél 6. fejezete, ide a másodikat nézzük. Azt mondja, ti pedig a követőink lettetek, és az Úréi, Krisztuséi, mivel a sok szorongatotás, gyötrés, megpróbáltatás, háborúság, üldözés, nyomás közepette, befogadtátok az igét a Szent Szellem örömével együtt. Befogadtátok az igét a Szent Szellem örömével együtt. Na, ez a komoly. És ezért vagy te hős. Mert itt aztán tényleg szorongatatás közepette fogadod be az igét. Tehát nem úgy fogadod be az igét, hogy egy amerikai társadalomban vagy, mondjuk Kalifornia megyébe, és egy hatalmas kedilekkel jössz be, és kezedbe az a rossz kávé, amerikai kávé, hanem egy olyan balkán világban vagyunk, hogy itt minden napra észnél kell lenni. Ennek ellenére te itt ülsz, a szorongatatásaid után, vagy előtt, vagy közepébe, és hallgatod az igét. És azt mondja, hogy az Úr követője az, aki a szorongatatás között befogadja az igét. Az az Úr követője. Ez a nagy próba. Ez is egy próba. És Isten akarata úgy jön át, és nagyon sokszor, figyelj, halljad, hallod? Úgy jön át Isten akarata, hogy a próbában benne vagy, ülsz, nem csak a székedben, hanem össze vagy roskadva, valaki prédikálja az igét, és te beengeded abba a nyomorúságos állapotodba. És az ige elkezd érted dolgozni, érted? Elkezd fölépíteni. Hogyha befogadod, akkor beléd kerül. Onnantól kezdve már 100% a garancia, hogy valami lesz. Amikor bekerült az ige, még egyszer mondom, ti pedig követőinké lettetek, és az Úr épp áll, azt mondja, hogy mi is így csináljuk. Bajba vagyunk, hallgatjuk az igét. Mondok valamit. Nem szoktam erről beszélni. A Bibliában van olyan, hogy 5 ajándék, pásztor, tanító, evangélista, prófita, apostol, és van olyan, hogy a Róma 12, hogy több fajta, 7 fajta más szolgáló típus. Én azt mondom nektek, hogy nagyon sokszor Isten az 5 rétűből valamelyikből szól hozzátok. És van úgy, hogy muszáj őt hallgatni, mert rajta keresztül akar csak szólni Isten. És ha fejed tetejedre állsz, vagy a cigánykarikákat csinálsz, akkor sem fog máson keresztül szólni. Mert nem lehet az, hogy téged mindig Isten a szobádba segít. Eljön a szobádba Jézus minden nap, szia, mondjuk Lajoskám, mi van veled Lajos? Hát új igét akarok, hogy erős legyek az Úrban, stb. Ilyen nem lesz. Nagyon sokszor kell egy őrült, aki prédikálja az igét, aki szólja az igét, aki megveszett az igéért, aki az igét bújja éjjel és nappal. Kell egy ember, aki Isten kereső, aki Isten akaratába akar belállítani téged. Mondj erre egy áment. Ti pedig követőinké lettetek, és az Úré, mivel sok szorongatatás közepette, befogadtátok az igét a Szent Szellem örömével együtt. Ők tudták, miről tanít Jakab. Tudták. Tudták jól, hogy jön az ige, jön az öröm, jön a lehetőség. Az öröm az a menny előíze. Az öröm az nem a lényeg az életünkben, az egy másodrangú dolog. Az első az ige.
És az ige hozza az örömöt. És amikor jön az ige, és jön a fény, akkor jön a látás, akkor jön a perspektíva. És amikor a szűk állapotban vagy a próbába, amikor minden sötét, minden olyan kutas, vagy kútba vagy benne, mint József, minden olyan bányás feeling, hogy mélyen vagy, és sötét, verembe, akkor jön az Úr, jön az Úr. Dávidot olvastam is, vagy négy helyen azt mondja, azt a mondatot mondja magáról, hogy hatalmasabbak voltak nálam az ellenségeim. Hatalmasabbak voltak nálam az ellenségeim. Figyelj, a te életedben is. Soha nem lesz olyan, hogy nem hatalmasabb az ellenség. És ezt Isten csinálja. Tudod, hogy miért? Hogy a hited győzzöd, hogy azt tudja mondani, te is hatalmasabb vagy mindenkinél. Hogy megérezd azt, és átvedd azt, hogy igenis Isten bevitt téged nehézségekbe. De Isten veled volt, és olyan nehézségbe visz, sajnos, ami sokkal nagyobb, mint mi. Sokkal hatalmasabbak az ellenségeink. Amikor Dávid oda ment Góliáthoz, mit gondoltok, ki volt az erősebb? Góliát. Góliát volt az erősebb. Mikor oda ment Saulhoz, ki volt erősebb? Saul. Ráadta a ruháját, és nem is tudott járni abban a ruhába. Kinek kellett volna győznie? Saulnak kellett volna győznie. Csak egy beszari Jancsi volt. Mert nem hitte el, hogy a nálánál hatalmasabbakat is a kezébe adja Isten. Nem hitte el. Neki kellett volna azt mondani, hogy Dávid, mit keresel itt? Miről beszélgetünk? Hol vagyok? Micsoda, hogy átadom a lehetőséget ennek a kis 16 éves gyereknek, ez a piros posgás gyereknek? Hát normális vagyok én? Hát ki itt a király? Én vagyok a király. Magának kellett volna megcsinálni a Góliátot. Ő, az ő feladata lett volna, de jött Dávid. Jöttél te? Legyőzöd más Góliátját. Mert a Dávid szelleme van benned. Halleluja. Mert te hős, én hősöm vagy. Halleluja. Isten hőse vagy. Akik befogadták az igét a legnagyobb szenvedés közepette. Nagyon könnyű akkor befogadni, amikor minden rendben van az életünkben az igét. Akkor fogad be, amikor minden nehéz. Na, azt fog igazából gyümölcsöt teremni. Fönt és gyökeret alul. Isten dicsőségére. Halleluja. 2 Tesza 1:3-4. Bőségesen növekszik a hitetek, és mindegyikőtökben túlárad az egymás iránti szeretet. Úgyhogy mi magunk is büszkék vagyunk rátok, az Isten gyülekezeteiben dicsekszünk, kitartásotokra, hitetekre, mindenféle üldöztetés és szorongatatás közepette, amelyekben kitartotok. Ez kb. 800 kilométerre eljutott ez a hír akkoriban, hogy milyen gyülekezet ez a Tesza. Tesszalonika-beli gyülekezet. Már nincsen sajnos. Tehát azt mondja az ige, hogy növekedik a hitük. Növekedik a hitük. És egyre jobban túlárad Isten szeretete. Mondok valamit a növekvő hittel kapcsolatban. A növekvő hit mindig ott működik, ahol a szorongatatás között befogadják az igét. És te azt hiszed, hogy nem növekszik a hited. Csak én most megmondom neked, te nem tudod, de én tudom, hogy növekszik. Mert én arra vagyok elhívva, hogy 100%-ig nyomjam az életedben azt, hogy a hit működni fog, holnap is, holnap után is, és a hitnek a specialistájává tegyelek téged, a legnagyobb mindentudójává, hogy te tudod, hogy a hited hogy működik. Mondok neked valamit. Ez az ige, ez rólad szól. Én büszke vagyok rád, és Isten is büszke rád. Isten büszke rád, és én is büszke vagyok rád. Mert befogadtad az igét, minden kitartás és minden hit működik, és nem adtad föl, és még most is, novemberben, itt vagy, év végén, én vagyunk, itt ülsz, és hallgatod az igét. Lehet, hogy nagy bajba vagy, de akkor is hallgatod az igét, mert tudod, hogy Isten megsegített, nem fog, megsegített, halleluja. Akinek van igéje, ott itt van, ott Isten segítsége van. Akinek van igéje, annak Isten hite van. Akinek van Isten hite, ott a megoldás van. És öröm jön, mert a hitben benne van az öröm. Nem én csinálom, ő csinálja, dicsőség az Úrnak. Olyan a hitnek a szelleme, hogy állandóan megvigasztal, dicsőség az Úrnak. Jön a hit, és már helyre is állok. Egy réma, és helyre is állok. Egy kijelentés, és helyre is állok. Egy profécia, és helyre is állok. És látom a jövőmet, mert Isten azt akarja, hogy a bekövetkezendőket lássuk. És perspektívát akar adni Isten. Jövőt akar adni. Nem 3 évbe, nem 6 évbe, nem 30 évbe, hanem végtelenségbe láss. Legyenek korszakaid, legyenek céljaid a következő időszakodra. Mit akarsz megszerezni? Hová akarsz eljutni? Mit szeretnél? Írd le, működni fog. Írd le, működni fog! Halleluja. Nem kispályás a mai üzenet. Halleluja. Ma sem mókusokra lövök, hanem nagy vaddisznókra, meg medvékre. Halleluja. Most ne nevessetek már tényleg. Figyelj, haver, megyünk az igéhez. 1 Mózes 31, mert én hoztam az igét. Ja, valamit ott kihagytam. Igen. Azt mondja, példabeszédek, ezt elmondjuk is, akkor rajta lesz a tévében, benne leszünk. Mert irányítással nyerhetsz háborút, és győzelmet sok tanácsadó által. Látod, irányítás, stratégia? 24:10 példabeszédek. Ha gyengének visszavonultan, hátralépve, helyén bizonyultál a nyomorúság, szorultság szituáció napján, szűkös az erőd. Ha gyengének, tehát visszaléptél, visszavonultál,
henye vagy, vagy lusta, bizonyultál a nyomorúság, a szorult szituáció napján, szűkös az erőd. Ma az alkalom végén föl fogsz állni szépen, erősen, és nyomunk egy olyan imát, hogy magad se tudod, hogy te képes vagy erre. Ám úgy nem mehetsz ki azon az ajtón, hogy nem újulsz meg. Mert kapsz két pofont. Halleluja. Ez csak vicc volt. Nyugi. 1 Mózes 31.11. Jákob élete. A minimalista, szűkített tervből isteni stratégia felé. Azt írtam föl. Tudjátok, hogy mi történik Jákobbal? Jákob saját magát megátkozza. Azt mondja, hogy 7 évig szolgálok a lányodért. Aztán becsapja őt lábán, és azt mondja, megint szolgálok. És már minimum 14 év, azt hiszem 21 év volt ott, nem tudom, már nem akarom tudni. Az inkább fáj, nem, amit nem tudsz, az nem fáj. Tehát, hogy már tényleg az életét adja, és akkor egyszer csak a szellemébe följön az a gondolat, hogy én mit keresek itt? A világban is vannak ilyen kedves emberek, akik először aranyosak, persze, segítek rajtad, Lajos, hogy nem, persze. Mi lenne akkor, hogyha én ezt adnám? De én nem ezt akartam. Nem baj, majd jön a másik is, nyugodj meg. Eltelik 5 év, 10 év. Lajos, van egy másik lehetőség. Tényleg, van egy új lehetőség? Igen, ez a hiú, naív, bolond gyerek. Jákob ilyen volt. És mondta nekem az Isten angyala álmomban, 1 Mózes 31.11. Jákob, és azt mondtam, én hol vagyok? És azt mondta az Úr, emel föl szemeidet és lásd, hogy a kosok, amelyek juhokat hágják, mind csikosak, pettyesek és tarkák. Mert láttam mindent, amit lábán veled tesz. Én vagyok az a bételi Isten, akinek ott kőoszlopot kentél föl, akinek ott fogadalmat tettél. Most kelj fel, menj ki erről a földről, és térj vissza a rokonságot földjére. Ott volt. Itt volt. Halleluja. Az elsőt nézzük csak, az első blokkot, hogy megyünk mélyebbre. Nem lehetett kihozni Jákobot, csak mennyi élménnyel. Nem lehetett kihozni őt a következő szintjére. Ő nem oda volt elhívva, ami a lábáni világ, a lábán városa. Ő nem arra volt elhívva. Ő akkora elhívásban volt, hogy a földet fogja megváltoztatni. Jákob Ábrám áldását kapta, hogy az egész földet leuralja. Az áldás rajta legyen, és átadja a 12 törzsnek. Erre volt elhívva, nem arra, hogy 20 évet ott legyen. Arra volt elhívva, hogy menjen hit által. De megfáradt, mert becsapták. Megfáradt, mert úgy érezte, hogy szolgálnia kell. Az áldás soha nem szolgálat alapú. Az áldás ajándék. Az áldás ajándék. Nem kérte megszolgálni, ezt megcsinálta a fiú. Nem ezt akartam mondani. Addig, amíg nem kapta meg a mennyei látást, addig Jákob abban gondolkodott, hogy Jákob abban gondolkodott, hogy Lábán családjában majd valamit fog történni, és ebben a pár évben majd Isten valahogyan fölemel bennünket. De nem ez volt az eredeti koncepció. Nem ez volt a stratégiája Istennek. Istennek kellett egy olyan magas stratégiába belevinni őt, amiben beleremeg a lelke. Meg kellett jelennie Istennek, bele kellett nyúlni a személyiségébe a látásnak, és azt mondja neki, ezt parancsolja, emeld föl szemedet és lásd! Ha ezt nem mondja Isten, nem tudta volna elfogadni. Meg kellett parancsolni, hogy láss máshogy! Ne az a térség határozza meg a te perspektívádat, a te kijelentésedet, a te jövőképedet, a te következő korszakodra kapcsolatos gondolatodat, önmagadról való elgondolásodat. Én akarom, Isten fia, ez Krisztus, ez Krisztofánia. Krisztus mondja neki, emeld föl szemedet és lásd. Az egész Ószövetségben mindenhol ezt fogod látni, ahol Isten fia megjelenik. Emeld föl szemedet és lásd. Józsuénál, Jerikóba, lásd. Kezedbe adtam Jerikót. Mindenhol ez a dolog lesz. Azzal nyit. Engedd meg, hogy láss máshogy. Így szoktam imádkozni otthon, mikor valami áldás kell. Uram, nyisd meg a szememet, mert előttem van, de az ördög vagy én nem engedem, hogy lássam. És így ráteszem a kezemet, Uram, add, hogy lássam. Amit jön felém, az a jó biznisz, hogy az enyém legyen, hogy ne azt mondjam, nem érdemlem meg. Minden, ami van, és ami jön, az mindig eléd van téve. Nem hátad mögé, eléd. És neked kell meglátod, mi a te bizniszed. Neked kell meglátnod. Ezért kell úgy imádkozni, add Uram, hogy meglássam. Add Uram, hogy megértsem. Add Uram, hogy pont akkor legyek ott, ahol kell lennem. Mert el van tervezve számomra az áldás. Az áldás nem, példabeszédekben azt mondja az ige, hogy nem hoz szenvedést. Nem hoz kínzást az áldás. Nem kell érte megszolgálnod 7 évig. Az áldás ingyen adatik olyan embereknek is, akik nem érdemlik meg.
Mire hivatkozik itt az ige? Én vagyok az a Bétel Isten, milyen alázatos Isten. Én vagyok az, nem tudod? De buta vagy, akinek ott kőoszlopot kentél föl, akinek ott fogadalmat kirettél. Megemlékezik Isten a fogadalmáról. Van egy pillanat az életében, amikor na, most meg tud jelenni az Úr. Most on, a szíve olyan állapotban van nyitott, hogy most talán a negyedik dimenzió nyelvét meghallja. Az én nyelvemet, Isten nyelvét. Talán az én gondolatomat át tudom vinni az ő gondolatába. Megtörténhet ez a gondolat átvitel. Tudod, mi történt ott? Kikerestem 1 Mózes 28:19-ben. És nevezte annak a helynek a nevét Bételnek, ez a kenyérháza, hogy mindig lesz kenyerem Istentől, ellátásom. Ellenben azelőtt Lúz volt a város neve. Hit által beszélt, hit által kihirdette. Ennek a helynek a neve nem Lúz, hanem Bétel. Mert most már rólam szól ez a város. Én alapítom meg. Az én látásom irányítja ezt a várost. Amit én mondok, az úgy lesz. Halleluja. Oh. És fogadást tett Jákob, mondván, ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ad nekem kenyeret enni, ruhát ruházkodni, Jézus beszél erről, királysággal kapcsolatban, visszatérek békében atyám házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És a kő, amit szent kőül állítottam föl, Isten háza lesz, és mindenért, amit adsz nekem, híven megadom neked a tizedet. Figyelj! Mondhatja bárki azt, hogy a tized nincs benne a Bibliában, vagy a Újszövetségben, mit tudom én, mindent kitalálnak. Én neked egy igét mutatok azzal kapcsolatban, ami miatt jött a kijelentés és a látomás. Mert ott fogadást tett Istennek. És nyugodj meg, nem a pénzedre megyek, mert nincs szükségünk a pénzedre. Mert bennünket Isten tart el. Nem kérünk soha senkitől se, nem koldulunk, mert nem koldusok vagyunk, hanem Isten királyi gyermekei vagyunk. Amen? De most én akkor is ezt neked el fogom mondani, az én véleményemet, aztán ezzel lehet vitatkozni. Ez a Jákob akkor annyira öntudatlanul csinálta, hogy tökéletes volt, amit csinált. Mert szívből csinálta, szellemből csinálta. És azt mondta Istennek, hogy én adok neked majd tizedet, hogy meglásd azt, hogy tényleg én elhiszem, hogy az, amit te adsz, az tőled van. És ezért én fölmagasztallak téged. Én hiszem azt, hogy ezért kapta meg a kijelentést Jákob. És az egész életére nézve, azért volt mindig végül jó szerencséje. Végül azért mutatta meg, hogy él József Isten, hogy meglássa, hogy ez a döntő pillanat, amikor ő megígérte, és ő eldöntötte, ez végig kísért az életén. Akkora áldás alá került a Jákob családja Józsefen keresztül, ami feldolgozhatatlan, hogy a világ leghatalmasabb birodalma az önti magából az áldást József 12, hogy Jákob 12 gyerekének. 7 évre előre megvolt már a látása Józsefnek, hogy mi kell. Ez a látás, amit József kapott, ez Jákob álma miatt és látása miatt, ahogy felolvastam, hogy Uram, ha mindenért, amit adsz nekem, híven megadom majd a tizedet. Ez Józsefre is kihatott. És Józsefet is, nem is tudta József, hogy az áldás rászállt. Lajos, ez honnan tudod, hogy Józsefre rászállt az áldás? Jó van, már nem mész előre 100 évet. A zsidókhoz itt levél 7. fejezetben azt mondja az ige, hogy amikor Melkizedeknek Ábrahám tizedet fizetett, akkor a ároni papság is áldott lett, mert így írja az ige, hogy az ő ágyékába, Ábrahám ágyékába volt az áldás, és a papság azért volt áldott, mert tizedet fizetett Ábrahám. Lajos, akkor most te tizedes vagy? Nem, százados. Menjünk tovább, halleluja. Mindenki abban hiszem, hogy akar. Mit érdekel, nem? Nem fogom hozni senkivel. Amit Isten neked megmutat, azt csináljad. Nem lábánokra hallgatunk. Mindig, amikor a Jákob Istene válaszol egy csellel, akkor mindig látni fogod azt, hogy neked válaszol, hogy a boldogságnál mindig van nagyobb boldogság. Nem szabad privilégiumot vagy egy ilyen bábán csinálni a boldogság hormonaidból. Engedd azt meg, hogy a következő szinteden is hagyd legyél boldog, és hagyd legyél kiteljesedve. És a Isten védelme Isten akaratában van meg, és ez a védelem, ez az Isten védelem 100%-os, ha te 100%-ig akarod Isten akaratát. Te döntöd el, hogy mekkora védelem lesz rajtad. Micsoda, Lajos? Ha te azt mondod, hogy Isten tervébe akarsz lenni, és azt akarom, ami neki jó, akkor Isten biztos vagyok benne, hogy életed végéig teljesen el fog látni téged minden jóval. Mert ezt láttam Ábrahámnál, meg a többieknél is. És ami fontos, hogy amikor jön majd Isten látása, akkor te ne foglalkozz a másokkal, magaddal foglalkozzál, mert neked először meg kell érteni magadat, hogy te ki vagy, és aztán értsd meg mást lassabban. Amikor azt mondod, hogy ő neki ezt kéne megcsinálni az életébe. Testvérem, először az
Odáig kéne eljutnunk, hogy nem mindig tudjuk a helyes asszociációt. És ezt én elneveztem asszociáció törvényének, hogy te azt gondolod, hogy te látod, hogy mi van az ember életében, ezért tudsz neki rajta segíteni. Ne haragudj, tényleg nem akarlak megsérteni, de Isten azt mondta, hogy senki sem ismeri, még a saját maga szívét sem. Tehát tudom, hogy te Isten vagy, de most hagyjuk ezt. Tehát nem tudhatod, hogy ki milyen állapotban van. Nem tudhatod. Mert maga az egyet se tudja, hogy ki milyen állapotban van. Én magam sem tudom, hogy milyen állapotban vagyok, amíg a Szent Szellem nem száll rám, és nem mondja, hogy milyen állapotban vagyok. És ez miért fontos? Mert hogyha te a saját stratégiádat viszed, akkor ne adj te a saját stratégiádból más stratégiába, mert Jákob stratégiája az egyedi volt. Tehát azt nem lehetett utánozni. És ő nem azt mondta utána, miután kijött ebből a dologból, és elmondta a 12 gyerekének, hogy nektek is majd jön egy álom, és majd bárányokat legeltettek, egyik tarka lesz, másik nem lesz tarka. Ez őrültség. Neked is kell először egy stratégia, ami szerint élsz. Ne nézz jobbra, ne nézz balra, mert el fognak téged vinni a lényektől. Neked magaddal kell foglalkoznod, hallod? Magaddal, a magad látásával. Ne azt nézz, hogy kinek milyen van, kinek nincsen semmije, kinek nem sikerült. Arra nézél, hogy neked mi van. Jákobot nem lehetett megváltoztatni, csak úgy, hogy lejött egy mennyei látás. Bennünket se lehet megváltoztatni, csak az, ha kapsz egy nagyon nagy érintést, egy nagyon nagy ütést Istentől, hogy most ez a kiváltságos állapot lesz az életedben. Ezért imádkozz azért, hogy Isten jósága megjelenjen. Isten jósága. Isten jósága. És amikor Isten tervéről, akaratáról beszélünk, és a próbákról beszéltünk, kísértésekről, stb., Isten tervébe, ezt egy életre egyezve, könyörgöm, hagyj írja föl a szellem a szívedre, a Szent Szellem. Isten tervébe, akaratában nincs elbukás, pusztítás, bukás, betegség, elszegényedés, megőrülés, függőség, nincs Isten tervében ilyen. Nincs ilyen, nincs előre elhatározott bukó szándéka. Ez az ördögnek van ilyen szándéka. És ha te így beszélsz, akkor Isten majd meg fog téged inteni, hogy hagyd abba ezt a gondolkozásmódot, mert ezt nem lehet kiszedni belőle, csak intéssel, ha ilyen a gondolkozásmódot, hogy Istentől vannak a csapások az életedben. Nem az Istentől vannak a csapások. Vidd el a balhét a te buta dolgaid, meg a gondolkozásmódod, ami ott fönt van. Ott kell kicserélni dolgokat. Isten kegyelméből. Amen. Halleluja. Na, ezt jól megmondtam. Halleluja. A kígyóval kapcsolatban, a gyogyóval, a 1 Mózes 3.1-ben tudjátok, hogyha oda megyünk, akkor azt fogod látni, hogy hát ő is dolgozik azért, tehát ő is itt van napirenden. Azért jó lenne, hogyha a bibliai világképedben megújítanád magadat, hogy vannak démonok is, van ördög, és hát ezek dolgoznak ellenünk. A kígyó pedig rabaszabb volt, 1 Mózes 3.1, minden mezé vadnál, ne kérdezz meg, hogy belement a sátán a kígyóba, mert senki nem tudja, még én sem. Melyet az Úr Isten teremtett vala, és mondta az asszonynak. Minden vadnál. Azt hiszem, hogy a kígyónak a célja, hogy aknákat tegyen előre. Ő egy nagyon-nagyon-nagyon fortélyos, rafinált, dörzsölt szellemi erő. És nem magasztaljuk fölött, de tisztába kell venni vele, hogy tudnunk kell a fortéjait. Pál mondja ezt a Korintus levélben, hogy hát így tudom átadni, ez többenetes lesz az ige, hogy ismerjük az ő belső világának szándékait. Vagy még precízebben, ismerjük a szellemének a szándékait ellenünk. Mert van szelleme, csak bukott a szelleme. Van szelleme, és van bölcsessége, csak bukott bölcsesség. Nagyobb bölcsessége van, mint bármelyik embernek. Csak ez sajnos meg van romolva. És kedvezőtlen tendenciát mutat ez a szó, megnéztem a Héber magyarázatát, okos vagy ravasz jelentéssel bír. Használják ezt a fortélyos szót azokra, akik a Isten bölcsességéből működnek, és az ördögre is. És gondolkodtam ezen, és néztem, kutattam, hogy ugyanezt a szót meri használni a Héber Biblia, az Ószövetség olyan emberekre, akik okos emberek, vagy értelmes emberek. És rájöttem arra a szövegkörnyezetekből, hogy tulajdonképpen Sátánnak a bölcsessége az Isten bölcsessége volt. Ő Istentől kapta a bölcsességét. Ezért azt mondom neked, hogy kétfajta forté van. Ördögi forté, ha korrupt lesz az ember személyisége, és van isteni forté, hogyha tiszta, szent integritás van az ember személyiségében. Ezért veszélyesek azok a szolgálók, akikben más szellem van, kettős szellem, na mindegy. Azt mondja az ige például, a saját útjából elégszik meg, akinek elfordult a szíve, a jó ember azon belülről, és az együgyű ember mindent elhisz, a fortélyos azonban, itt van ez a
ez a ravasság. A ravasz azonban ügyel a lépteire. Itt pozitív felhangja van. Az együgyű ember mindent elhisz, és mi az ellentétje, a fortélyos azonban ügyel a lépteire. A bölcs fél, és kikerüli a rosszat, az ostoba, érzéketlen ember azonban gőgös és elbízza magát. A hirtelen haragú bolondságot követel, akinek gonosz tervei vannak, gyűlöletes lesz. Ez egy részben van, gondoltam, elhoztam az egészet. Nézd meg, a jó ember belülről. A jó ember azonban belülről elégszik meg, mert nincs elfordulva a szíve. A saját útjából. Belülről. Belülről. Tehát tudja belül, hogy az az út jó vagy nem jó. Azért megelégedett. Érted? És aztán jön az a fortélyosság, hogy az együgyű ember mindent elhisz, a fortélyos azonban ügyel a lépteire. Mert tudja jól, hogy a bölcsesség által tudja a lépteit kezelni. Egyébként ez az együgyű azt is jelenti, hogy egyszerre értendő alatta egyfajta intellektuális lustaság, kész könnyű válaszokkal élni, vele azonosulni, nem képes a nézeteit ütköztetni, megítélésre vinni, és ez alapon állásfoglalást létrehozni, de egy szellemi defektus is, ez az együgyűség, ez a fortélyosságnak vagy a rafináltságnak az ellentétje, ez az együgyű, naív ember, nincs nála az a bölcsesség, ami Isten bölcsessége és Isten ismerete. És ezért meg lehet csalni, be lehet csapni bizniszben is, ami az ember gondolkozásmódjára, állásfoglalására, szemléletére, világnézetére gyakorolna hatást, mint bölcsesség, nincs meg. Ilyen értelemben kell látni tehát a naív, együgyű embert. Nem foglalkozik egyszerre több állásponttal, annak megismerésével, életével kapcsolatban sem, megítélésével, életével kapcsolatban, nem gondolkozik hosszú távban felelősen. Ezt jelenti a naív ember. Amikor Éva odament, hogy szakítson a fából, akkor ez történt vele, hogy ő nem hosszú távon gondolkodott. De nézzük az igét. Kígyó pedig ragaszabb volt mindenkinél. És ezt mondta. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Egy. Első kérdésem. Hogy lehet, hogy az első beszélgetés a Bibliában nem ember és ember között zajlik, hanem ember és egy szellemi lény között? Megijedtem, amikor ezt elkezdtem kutatni, ezt a vonalat. Hogy lehet az, hogy nem Ádám és Éva beszélgetése és stracspartia és petykálkodásairól olvasunk, hanem arról olvasunk, hogy Éva és a sátán beszélget. Tehát a kommunikációt nem tudjuk, hogy milyen volt Ádám és Éva között. A következő. Amikor azt mondja a sátán az asszonynak, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, akkor látod azt, hogy itt már az akna el van vetve. Az akna el van vetve. Előtte jár a sátán Évának. Ő kérdez, az Éva meg válaszol. És amikor ezen gondolkodtam, akkor egyértelmű volt az számomra, hogy figyelj, neki nem volt probléma az, hogy Istennel kapcsolatban van Éva. Ő nem mondta azt, hogy Isten rossz. Ő nem mondta azt, hogy ő jobb Istene lesz. Ő nem beszélt arról, hogy Isten ilyen, meg amolyan, ezt meg ezt fogja tenni, és én előre tudom, stb. Gyere át az én oldalamra. Nem volt megosztás. Nem ment neki a sátán az Istennek. Nem heroltozta le. Nem ment a tekintély alá. Csak úgy, abban a ravasságból, hogy megkérdezte, és tudta, hallotta, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Ezzel azt mondta, hogy Isten nem tudja, hogy mi a jó. Hogy nem akarja megmondani, mi a jó. Ezzel azt mondta, hogy én jobban tudom, hogy mi a jó. Ezzel azt mondta, hogy én jobban tudom, mi az, ami számodra jó. És én tudom, hogy nagyon sok fa van, de én azt is tudom, rossz, gonosz, ördögi asszociáció, hogy te azért nem tudod azt az egyet, mert nem kaphatod meg, mert az Isten eltitkolja előled. És ez a kísértésnek a legesleg alapabb pillére, hogy te látsz valamit, és azt mondod, hogy kell neked, és nem kérdezed meg Istentől, hogy az lehet, vagy nem. Vagy nem kérdezed azt meg, hogy az jó, vagy nem jó. Mert amikor Isten megteremtette a jó és rossz tudás fáját, tudta jól, hogy ebből lesz majd a balhé. Hogy valamire azt mondta, hogy nem. Hogy nem. Azt írtam ide föl, hogy az első nagy kísértésű tesztünk mindig az, amink nincsen. Az Évának azt mondta, hogy a sátán az nem lehet a tiéd, az a jó és a rossz tudásának a faja. Az nem a tiéd, az nincs. Az első nagy kísértésünk mindig az, hogy mi nincs számunkra,
és ezt hogyan tudjuk pótolni. A hit viszont azt mondja, mit van, és azt Isten hogyan fogja pótolni. A hit mindig azt mutatja meg, hogy mit van, nem azt mondja meg, hogy nincs. Azt mondhatja, hogy mit nem ad még oda, mert időzítés van, de azt nem fogja mondani, hogy mit nincs. Mindig arról tanít Isten, hogy mit van. Amikor jön a hit szelleme, mindig azt mondja, Lajos, előre elterveztem, figyelj, gyere, beszélgessük át. Figyelj, én így gondoltam, ezt én úgy gondoltam. És jön a hit, és beszél veled, és segít. Megláthatja azt, amit nem láttál. Jákobnál mit láttunk? Hogy azt mondta, Isten, megmutatom neked, hogy lesznek ilyen juhok. Nem azt mondta, hogy hát nem tudom, mi lesz, hát hogyha a hitben kitartasz, akkor majd talán. Nem, azonnal mondta a megoldás. Lesznek ilyen juhok, lesznek feketék, tarkák, meg mindenfajta ilyen furák, és a többi pedig az majd a satyna megy majd Jákobhoz. De te ezeket a juhokat meg fogod látni. Rengeteg lesz belőle, és ki tudsz szabadulni. Ott a végpont, ott a kijára, dicsőség az Úrnak. A második, az Isten időzítése. Istennek nem az volt az időzítése, hogy azzal foglalkozzanak, hogy milyen az a fa, a jó és rossz tudás ennek a fája. Azzal kellett foglalkozniuk nekik, hogy maguk elmennek és leuralják a földet, és a sátán torkát kitekerik. Ezzel kellett volna foglalkozniuk. A második nagy kísértés mindig az Isten időzítése, hogy nem értjük, mert nem akarjuk Isten akaratát. És a harmadik nagy támadás, hogy az Évából csinál egy kétlelkű nőt, hogy igen, szereti Istent és szereti a kert fáját. És mondta az asszony, hogy kijönnek, a kertfájnak gyümölcséből ehetünk. De annak a fának gyümölcséből, amelyet a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek. Meg se illessétek, ezt nem mondta, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Ez már a teljes tagadás. De visszatérek, még egy dolgot hagy mondjak el. A kígyó ravaszabb volt minden mezén vadnál, amelyet az Úristen teremtett. Itt van az Úr és az Isten. Így nevezi magát Úr és Isten. Tehát mindenható, minden felett való, Úr, azt jelenti Isten, ez pedig azt jelenti, hogy Istennek többes számba Elohim. Azonban a sátán nem azt mondja, hogy Úr, ő nem bírja kimondani, hanem csak azt mondja, csak ugyan azt mondták az Istenek. Ezzel zárom így ezt a blokkot, hogy a Szent Szent vezetése arat leszel, és szeretnéd tényleg őszintén Isten akaratát, akkor Úrnak fogod nevezni őt, és személyes Istennek. És onnan tudod, hogy nem vagy Isten tervébe, hogy nem tudod kimondani azt, hogy ő az Úr. Ő az irányító. Mert a bensőt erre van megteremtve, hogy azt mondja, Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőség. Ha ezt meg tudod tenni, hogy el tudod mondani Istennek, hogy ledöntök minden báványt, az Úr te leszel. Nincs fölötted senki. Akkor elkezdődik majd a megváltozás. A sátán nem támadta az Istent, nem támadta a kapcsolatát Évának Istennel, nem támadta azt, hogy Isten jó, csak annyit mondott, hogy csak ugyan nem ehetsz egy fáról sem. Ezzel azt mondom neked, hogy a mai napig a taposó akna az, amikor benne vagy Isten akaratába, de elszakadsz tőle, mert már érzed, hogy bizonyos szintig sikeres vagy. És amikor nincs közösség, nincs kapcsolat, akkor taposó akná vagy már, csak mi nem tudod. A taposó akna az, hogy megjelenjen az ördög, és azt mondja, hogy olyan dolgot fog adni, vagy akar adni, ami nem Isten akarata, nem Isten terve, vagy nem akkor, nem úgy. És mondok még valamit ezzel a sztorival. Éva szent volt, bűntelen, nem volt eredendő bűne. Ezzel azt mondom neked, hogy ő olyan szellemi lény volt, mint Isten. Ha Évára nézett valaki, olyan volt, mintha Isten lenne. Tehát semmilyen bűn nem volt akkor még. Nem torzított el a személyiséget senkinek. És ő egy hatalmas elhívásban volt, hogy Istennel együtt hódítson. Egy király volt a földön. Két király, Ádám és Éva. Király és királynő. És nem hitte el, hogy ki. Identitást vesztett. Nem hitte el, hogy ki. Ezért tudta az ördög behúzni, mert nem tudta, hogy kicsoda. Mondok neked valamit, ha nem tudod, ki vagy, taposó aknára fogsz lépni, robbanni fog. Muszáj lesz tudnod, hogy ki vagy. Akkor a sátán kísérti Isten fiát, akkor kétszer mondja azt, ha Isten fia vagy, tedd ezt, meg tedd azt. Ezzel Isten azt mondta neki, sátán, mármint a Krisztusnak, hogy nem vagy az Isten fia, fattyú vagy. Már a fattyak nem tudnak csodát tenni. Erre Isten fia megválaszolt, mindig igével, hogy én akkor teszek csodát, amikor az Úr akarja.
akkor teszek csodát, amikor az Úr akarja. Halleluja. És még egy történetet hoztam itt a végére, van még időnk erre, ez pedig a Bálám története. 4 Mózes 22:12-ben, ezt mondja az ige. És azt mondta Isten Bálámnak, ne menj el velük, és ne átkozz meg ezt a népet, mert ez áldott. Bárák nevű király jött, hogy megátkozzák Izraelt, mert meglátta rajtuk az áldást. Mikor Bálám reggel felkelt, és azt mondta Bálák főemberének, menjetek el a házaitokba, mert megtagadta az Úr az engedélyt, hogy veletek menjek. És kérlelték, és felelt Bálám, és azt mondta Bálák szolgáinak, ha nekem adná Bálák a házát ezüsttel és arannyal, tele, nem léphetném át az Úrnak az én Istenemnek szavát, kicsit vagy nagyot művelvén. De most maradjatok itt, kérlek, ti is az éjjel, hogy megtudjam, mit beszél velem tovább az Úr. És bement Isten Bálámhoz éjjel, és azt mondta neki, ha téged hívni jöttek a férfiak, kelj fel, eredj el velük. De csak azt cselekedd, amit mondani fognak neked. És felkelt Bálám reggel, megnyergelte Szamarát, és ment Moab főembereivel, és fellobbant Isten haragja, hogy ő elment, és odaállt az Úr angyala az útba, Krisztus angyala, ellensége gyanánt, míg ő a Szamarán nyargat, és két legénye vele. Idáig, aztán a következő, majd mindjárt nézzük a Bibliában. Most figyelj, ez Istennek a gondolkozását mondja az Isten akaratára. Csak figyelj rám. A történet arról szól, hogy azt mondja Bálámnak Isten egy nem zsidó profétának, utána olvastam, van egy ilyen mendemonda is, hogy a Jámbresség, ez a két varázsló, ez az ő fiai voltak. Jánnes és Jámbres, ez a Timóteus levelében van megírva, ez a Mózesnek a varázslói, a Mózes ellen való varázslást kezelték. De mindegy, a lényeg az, hogy ez a Bálám, ez proféta, de nem zsidó. Csak úgy mondom. És megkérik őt, felbérlelik őt, hogy átkozza meg Bálák. Mondja Bálák Izraelt. És az első szitu az, hogy Isten megmondja, hogy itt nem mehetsz el. A második szitu az, amikor egy idő után azt mondja, hogy majd én megkérdezem az Urat, hogy nem-e lehetne. A harmadik szituáció pedig az, hogy elindult, és elkezdett velük kapcsolódni. Felkelt Bálám, reggel megnyergelte Szamarát, és elment Moab főembereivel. És fellobbant Isten haragja, hogy ő elment, és odaállt az Úr angyala az útba, ellensége gyanánt, míg ő a Szamarán nyargalt, és két legénye vele. Nagyon sokszor van az, hogy Isten tervével vagyunk benne, jön egy taposó akna, jön egy csípés, és akkor átrobbanunk, problémák, próbák, stb., hogy kilibbenünk, kimozdulunk Isten akaratából, és elkezdjük mi alakítani Isten akaratát. Nem, hát az én véleményem, én bibliai világképem, az én szellemi teológiai tudásom, az én okosságom, az én műveltségem által, nem tudom, mi belső megérzésem által, nem, ez Isten akarata lesz. Így kezdődik az áttörés, mármint a korlátok áttörése. És Isten már tudta jól, és küldött egy angyalt, egy szamárral elkezdjen háborúzni az angyal. És azt történik, hogy a szamár érzi Isten jelenlétét, és oda döfi, hogy oda teszi az ő lábát Bálámnak a fal mellé, és szorosan nyomja. Majd utána ideges lábán, vagy na, miért mindig lábát mondok, Bálám, és végül kiabál, és elkezdi verni a szamarát. Tudod, miért a lábát nyomta meg a szamár? Mert Isten akart üzenni. Csak nem volt érzékeny már Bálám. Onnantól kezdve, hogy elindult Moabbal beszélgetni, már az érzékenységét megtörte. Addig volt érzékeny, még hallgatott Istenre. De amikor elindult azon az úton, amit nem az Isten akarata, mert az ember a szívében elgondolja, és a lépéseit viszi a szíve, mert nem kérdezi meg, mi van az Úrtól. És amikor oda nyomja a kis csacsi a lábát ez a épülethez, és nyomja, akkor Isten megfogta időzőjelben a lábát, és azt mondta, hogy nem jó úton vagy. De nem lehetett neki szólni. Majd utána megszólalt a csacsi. És azt mondja, hogy gyerekkorod óta veled vagyok. Nem furcsa ez az egész történet? Ezt mondja. Tehát olyan 25 éve vele van már a csacsi minimum. Olyan 35 évig szoktak élni. Megnéztem ezt is. És kézzétek el, hogy haragszik, és megszólal a csacsi. És beszélget vele, és neki nem furcsa ez. És ez megtörtént a prófétával. És utána még vitatkozik vele. Azt láttam, hogy egy nap alatt az egész személyisége megfordult Bálámnak. Egy nap alatt. Miközben éjszaka hallja az Úr hangját, és tudja, hogy Istentől van, a következő reggel már egy teljesen más úton van.
Ezért azt mondom neked, hogy amikor teszt alatt vagy és kísértés alatt vagy, azt neved könnyelműen. Érezni fogod, hogy kísértés alatt vagy. Tudni fogod, hogy mit tehetsz meg és mit nem. Érezni fogod, hogy meddig mentél el és meddig nem szabad. És meglátta a Szamára az Úrnak angyalát, amit állva az úton, megjelent Krisztus. Mezítelen fegyvere kezébe, ez Krisztus. Letére azért a Szamára az útról, és ment a mezőre, Bálán pedig veri a Szamarát, hogy visszatérítse az útra. Aztán megállt az Úrnak angyala a szőlők ösvényén, holott innen is garád, onnan is garád vala. Ezt most nem tudom mi ez, de ne kérdezz meg. Ma vagyok, mint Micimackó, ezt nem tudom. Amint meglátta a Szamára az Úrnak angyalát, a falhoz szorula, és Bálám lábát is odaszorítá a falhoz, ezért ismét megveri azt. Az Úr angyala pedig ismét tovább ment, és megáll a szoros helyen, ahol nem volt út a kitérése, se jobbra, se balra. Amint meglátta a Szamára az Úrnak angyalát, lefeküvék a Bálám alatt, azért megharagudvén Bálám megveri a Szamárat bottal. Megnyitá az Úr a Szamárnak száját, és mondta a Szamár Bálámnak, mit vétettem neked, hogy imád háromszor vertél meg engem. Bálám pedig mondta a Szamárnak, beszélget vele, mert megcsúfoltál engem. Majd, ha volna fegyver a kezemben, nyilván megölnének. És mondta a Szamár Bálámnak, vagy nem a te Szamárad vagyok, amelyen járni szoktál, amióta megvagyok, minden nap megvagy, minden mai napig, tehát gyerekkorámtól óta ismeri a Szamárt. Vagy szoktam volt-e veled eképpen cselekedni? Azt mondja, nem. És megnyitá az Úr a Bálám szemeit, és látta az Úr angyalát, amint állval az úton, és mezítelen fegyverét, és kezébe akkor meghajtá magát, és arcra borult. Az Úrnak angyala pedig azt mondta, miért verted meg a te Szamaradat három ízben? Ímé én jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes az az út én előttem. Mert elhamarkodott, hirtelen az az út én előttem, amit csinálsz. De úgy is lehetne fordítani, mindjárt nézem. 33-ban van ez. Egy másodperc, kérek egy kis türelmet. És mondta a Bálámnak az örökkévaló angyala, vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te állsz elém az úton, és most, ha visszatetsző szemeidben, vissza akarok térni. Az örökkévaló angyala pedig azt mondta, menj a férfiakkal, de csak az igét, amelyet én mondok neked, azt mondjad el, elment azért Bálám Bálák fejedelmeivel. Tudod, mi történik itt? Az, ami mi életünkben is van. Hogy lehetnek évek, évtizedek, amikor Isten azt mondja, menjél, persze, ilyen erőszakos vagy, menjél. És mi történik? Átok? Nem. A legnagyobb átok az, amikor áldás jön, és te nem ismered fel, hogy az Istennek nem a tervébe vagy, hanem egy lázadásba, de Isten annyira szeret téged, de nem ismered fel, és nem alázod meg magad, hogy igen, Isten nagyon szeret, de nem vagyok benne Isten akaratában, és mégis szeret. Tudtok el mondani? Tehát ez nem úgy van az új szövetségben, te hibázol, Isten agyora ver. Hibázol, agyora ver. Nem. Az úgy van az új szövetségben, hogy te neked böcsületesen kéne szellemi életet élni, és keresni Isten akaratát, tervét. És amikor keresed Isten tervét, akkor a szellemedre figyelsz. Figyelsz a lelkismeretedre, figyelsz a bensődre, figyelsz a szívedre, a tudásra, a körülted lévő dolgokra, azt, hogy hol laksz, mit csinálsz, és mindenre figyelsz, és úgy összeállítod a dolgokat. Mert a sorsod, a neveltetésed, a környezeted mind hat rád. Mind hat rád. Ezekből kell neked kijönni, hit által. És amikor te eldöntesz valamit, na akkor kéne megkérdezni Istent, hogy ez jó vagy nem jó. De amikor utána te tudod, hogy nem úgy kell csinálni, és mégis úgy csinálod, majd utána imádkozunk érted, pedig mindenki tudja, hogy nem úgy kéne csinálnod, de mindegy, mi imádkozunk érted, és Isten meg fog áldani. És meg fog áldani, és meg fog áldani, és meg fog áldani. De belül fogsz érezni egy olyan dolgot, hogy a lábad mindig szorul ahhoz a falhoz. És nem érted, hogy miért szorul mindig a lábad? Miért érzed ezt? Hogy mindig a kisegér fúr, valami lelkismeret fúr, valami nem stimmel. Belül érzed, valami nem stimmel. Valami, olyan vagyok, mint a mérgezett egér. Egyszerűen nem ér, nincs békességem, nincs nyugodalmam, nincs bennem az Istentől jövő jó érzés, hogy dicsőség az Úr, áldott vagyok. Valami keserű dolog, ami állandóan lepereg a falamon. Valami mindig van, valami őrület, vagy nem tudom micsoda. Mert Isten megáldott, de te nem vetted komolyan ezt az áldást, és nem fordította vissza a szívedet Istenhez. És Bálámnál látod azt, hogy Isten végül kihozta a történetet abba a fantasztikusságba, hogy olyan proféciát mondott el ez az őrült, ez a Bálám, amely be lehet írva a Bibliába. És teljesen 100%-ig tiszta, szent, amit profétált. Közben már kiment Isten akaratából. Majd a végül pedig idő előtt meghalt. De miért? Mert nem tudott már megállni. Tehát van egy pont, ami nem lehet leállítani egy embert. Értsd meg, nem lehet. Hívő, és nem tudod megállítani. Ezért mondja a Dávid a Zsoltárában, hogy
Ne legyek olyan, mint a vad ló, akinek a szájába bele kell tenni Istennek a zablát, vagy a mi ez? A kantárt. Mert nem lehet csinálni. De ez nem az Isten akarata. Tehát Isten úszövetségben gyűlöli, utálja azt, mikor valakinek kantárt tesznek a szájába. Ezért mondja a zsidó 12-ben az ige, hogy az, amiképpen az atya megdorgál bennünket, úgy a szülő is meg tud dorgálni. Hogy fiává fogadjon bennünket. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgál. De ezt ne úgy vedd ezt az igét, hogy Isten szeret verekedni. Hanem úgy vedd, hogy vannak helyzetek, mikor Isten nem tud megnevelni téged, csak olyan helyzetben, amit összetörsz. És tudom, hogy ezt nem hiszitek el, de pedig így van, mert amelyik pásztor nem azt mondja, amit én mondok, az nem pásztor. Mert azért nem ma kezdtem ezt a szolgálatot. És láttam azt, hogy embereket meg kell engednie, hogy addig menjenek el, amíg össze nem törik a személyiségük. De ez nem Isten akarata, egyszerűen belemennek ebbe, mert a 100%-os védelem a 100%-os Isten akaratában van benne.